Nagy érdeklődés várta a DMTK vendégjátékát a BKV Előre otthonában, a MOL Magyar Kupa második fordulójában augusztus 24-én. A hazai csapat az első játéknapon a Szegedi VSE vendégeként tudott nyerni 2-0-ra, a bajnokságban pedig 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 9. helyen állnak az MB3 délkeleti csoportjában. Tekintve, hogy a BKV rutinos, stabil MB3-os csapat, a Dunaharasztinak nem volt szerencséje a sorsolásnál. Mégis nagy reményekkel utaztak el szurkolóink a fővárosba, miután a bajnokságban egyre jobb formát mutatnak a játékosok, és az első győzelem is megszületett az elmúlt hétvégén. Hugi Márk az időjárásra és a sorozatos terhelésre való tekintettel szokása szerint rotálta a játékosokat. Ez között néhány változtatást a Bonyhád elleni bajnoki kezdőhöz képest. Így láthattuk ezúttal Gyatyát a kapuban, mezőnyben pedig Csizmadia, Ferkel, Balog, Vitányi, Bata, Lancman, Varga, Tóth Ferenc, Kócsa és Szalai kezdett. A mérkőzés Drabon Barnabás vezette, Holpár Gergely és Halmai Kristóf segítségével. A vendéglátók veszélyeztettek először, egy jobb oldali akció végén Kerék centiméterekkel maradt le a beadásról. Ötödik perc, újabb jobb oldali BKV támadás. Körösi vezette be a labdát a 16-oson belülre, majd a kivetődő Gyatyel és a kapufa között a hálóba lőtt. Kapusunk talán túl hamar vetődött, ezzel gyorsan vezetéshez jutott a hazai csapat. Huszonhatodik perc, Kerék a labdával. Nagy. Szerencsével lerázta magáról Ferkelt, és egy az egyben Gyatyellel. Óriásit védett a kapus. Itt látjuk, ahogy az elvetődő Gyatyel reflexből még emeli a jobb lábát, és nagyszerű védést mutat be. 30. perc, Varga Dominik. Egy bátor lövés távolról, Jócskán fölé. Negyvenedik perc, Komótos BKV támadás. Barta vezette a labdát. Lerázta Szalait, és mielőtt Kócsa odaért volna, ellőtte a labdát. Nem sokkal tévesztett célt. Negyvennegyedik perc, Bata kapott nagyszerű indítást. Ajtóablak zicser, Horváth védett. Az ismétlés Baloktól, mellé. Az első igazi DMTK helyzet, jó lett volna a szünet előtt egyenlíteni. Második félidő, 50. perc, nagy futtattak Nolmárt. Begurítása hosszúra, Vitányi nem tudta kikanalazni a labdát. Ihos így könnyűszerre passzolt a hálóba, 2-0 BKV javára. Két perccel később Kócsa felpasszát Balog pörgette tovább, és Vitányi megelőzte a védőt, eltolta a labdát a kapus mellett, 11-es, és egy sárga lap a kapusnak. A játékvezető határozottan ítélt, de azért megnézzük újra. Itt előzi meg Vitányi a védőt, egyértelműen labdát talál előbb. Majd érkezik a kapus, és a földön lévő lábát kissé megemeli, ebben akad el a játékosunk. Jogos a büntető, nagyszerű bírói ítélet sor. A labda mögé Bata állt,
Ezúttal viszont kihagyta. Patacsongor maga biztosan szokta értékesíteni a büntetőket, de most szerencséje volt a kapusnak. Ötvenharmadik perc, egy megelőző szerelés után Varga, majd Balog volt a labda útja. A csatár lövése azonban gyengére sikerült, Csemege horvát számára. 63. perc, hazai szabadrugás, közel 30 méterről. Nem sokkal mellé, de Gyatyel azért biztosított. Nyolcvanadik perc, Tóth Zsombort lerázta a BKV szélsője. A begurítás Barta elsőre nem tudta kapura tenni, de szerencsével visszajutott hozzá a labda, és másodszorra már nem kegyelmezett, kilőtte a hosszút, és eldöntötte a továbbjutás sorsát. Nyolcvanötödik perc, Szabó elfutásával területet nyitott Klein irányába, aki kapta is a labdát, és mielőtt a védőink odaértek volna, a hosszú alsóba küldte a játékszert, 4-0. A 7. perc, tanárütemben kapta Klein az újabb zicserpaszt, eltolt a Gyatya mellett, és a hálóba gurított. 5-0 a BKV előrejavára, teljes dráma a DNTK oldalán. És erre már Ugi Márknak sem voltak szavai. A ráadás második percében a játékvezető lefújta a találkozót, amelyet megérdemelten nyert meg a BKV előre, és ezzel bejutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába. Mezőnyben talán nem volt ekkora különbség a két csapat között, de a hazai gárda veszélyesebb volt a támadások során, és jól használtak ki a nagyobb helyzeteit. Csapatunk innentől maximálisan a bajnokságra koncentrálhat, és 4 nap múlva már is javíthat a Dunaföldvár ellen, hazai pályán.